emberiség története az informatika, az információ közlés története, és azok, akik az informatika történettel foglalkoznak, valóban szinte Ádámtól és Évától kezdik az informatika történetét, hiszen a legelső ókori számolóeszközökkel, az abakusszal is foglalkoznak már, de hogyha a modern számológépek, eszközök történetét nézzük, akkor is a kora újkortól fogva már beszélhetünk olyan számológépekről, például Pascal munkássága esetén, amelyek nagyon fontosak a számolóeszközök, számológépek történetének evolúciója szempontjából. Ilyen szempontból kiemelkedő időszak a felvilágosodás kora is, amikor rengeteg olyan automata épült, persze még nem modern értelemben vett automata, hanem mechanikus automata, mechanikus bábú, ami már nagyon izgalmas lehet akár a robotika előtörténeteként is. Magyarországon a legismertebb, de azt kell mondjam, hogy az egész világon is nagyon ismert mechanikai bábú az a sakkozó török, amelyet Kempelen Farkas épített. Ő 1734-ben született Pozsonyban, és 1804-ben hunyt el Bécsben. Az ő élete az a felvilágosodás időszakának aranykorára esik. Kempelen Farkas sakkozó töröke valóban egy emblematikusan fontos tárgya a magyar informatikának, de igazából nem erre vagyunk a legbüszkébbek, hogyha Kempelen Farkas életművét nézzük. Ez egy mutatványos szerkezet volt, mondhatjuk azt is, hogy egy bűvésztrükk volt, egy olyan nagyon érdekes mutatványos szerkezet, amelyet egy élő ember irányított. Kempelen Farkas ezt királyi udvarokban, nemesi udvarokban mutatta be, és valóban nagyon nagy sikert aratott, és keresték, kutatták, hogy hogyan vezérelhet egy gép egy sok játékot, hát sehogy, ez egy trükk volt. Ennek ellenére nem csak a kortársainak, de az utókornak a képzeletét is nagyon megragadta ez a sakkozó török. Valódi sakkfeladványokat megoldó gépek, illetve később sakkozó gépek csak a 20. században jelentek meg. Maga az a mechanikai megoldás, ahogy a török bábú megfogta a sakk táblán lévő figurákat, arrébb mozgatta őket, a 18. században ez is egy bravúros megoldás volt. Maga a sakkozó török az eredeti sajnos leégett a 19. században, nem maradt fönn, de rekonstrukcióját láthatta a nagy közönség 2007-ben, amikor Méhi József rendezett a Műcsarnokban egy Kempelen kiállítást, de Kempelen Farkas annyira érdekli az utókort, hogy regényes életrajz, játékfilm, televíziós játékfilm is készült az életéről, illetve látható volt, a magyar televízió is vetítette annak idején olyan fantasztikus film, amely gondolkodó robotokról szólt, és ott is egy sakkozó figura jelentette a szellemi izgalmat a filmben. Kempelen Farkas rendkívül kiterjedt mérnöki életművet hagyott hátra, vízemelőgépekkel, szökőkutakkal, gőzgépekkel is foglalkozott.
Az informatika szempontjából legfontosabb találmánya viszont nem a sakkozó török, ahogy említettem, hanem egy beszélőgép nevű találmánya, amelynek a leírása egyébként könyvalakban is megjelent, az emberi beszéd mechanizmusa, valamint a szerző beszélőgépének leírása címmel. Ez a beszélőgép, ez valóban a kibernetika, informatika, robotika felé mutató bravúros megoldás, ugyanis az emberi szervezet artikulációs bázisát modellezte, megnézte azt, hogy hogyan működhet egy emberi szerv, és azt próbálta meg gépi úton előállítani, és ez valóban emberi hangok előállítására volt alkalmas. Az eredeti beszélőgép jelenleg a Deutsches Múzeumban található Münchenben, de Magyarországon is készült reprodukciója, amely pontosan mutatja azt, hogy valóban akár egyszerű szavak is kimondhatóak voltak a beszélőgép segítségével. De papa? Baba! No. Bon, si tu veux. Le chat de papa est mort. Tu sais dire mort ou non? Vas-y, essaie pour voir. Non, là, t'as dit pas mort. Dis mort pour voir. Mort. D'accord. Donc tu peux dire le chat de papa est mort. Alors vas-y. Kempenen Farkas emellett megalkotott egy olyan eszközt is, amely tulajdonképpen az írógépek ősének tekinthető, és manapság ismeretes szóval azt is mondhatnánk, hogy a digitális vagy informatikai esélyegyenlőségnek is egy előképe, ugyanis egy vak ember, egy vak hölgy számára készített egy írógépet, egy olyan domború nyomású sajtót, amelynek segítségével el tudta sajátítani az írás-olvasás tudományát, és írni-olvasni tudott egy vakember. Ha megnézzük, akkor a modern informatikában ez is csak jócskán a 20. századnak a második felében tért vissza, és az 1980-as években készült el az első olyan magyar személyi számítógép, a BrailleLab nevű, amely beszédszintetizátort tartalmazott, és ilyen módon tudott vele vak ember kommunikálni. Ő ezt legalább az írás-olvasás világában már a felvilágosodás korában megvalósította.